Mint ismeretes, az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet működtetője a MedCenter Kft. Szerződésének lejárta előtt lemondott a feladatáról. A térségben működő önkormányzatok nem bírták felvállalni a közös működtetést, ezért Aszód önkormányzatának más lehetőséget kellett keresnie. Így került előtérbe az állami tulajdonban lévő hatvani Albert Schweitzer Kórház. Mikortól vette át a működtetést az Albert Schweitzer Kórház itt az Aszódi Rendelőintézetben? Most vettük át 2013. április 1-től, úgyhogy gyakorlatilag túl vagyunk az első rázósnak mondható hónapon, de azt gondolom, hogy egy pozitív változás indult el itt az Aszódi Rendelő működésében, életében, és remélem ezt rövidesen a lakosok is fogják érezni. Sikerült-e a MedCenter Kft-től zökkenőmentesen átvenni a rendelőintézetet? Én azt gondolom, hogy igen, szépen mindent lerendeztünk egymás között, minden folyamatban lévő ügyet, sikerült megállapodni a finanszírozási kérdésekben is, úgyhogy most már teljesen és békésen elváltunk egymástól. Lesz-e valami újabb változás, gondolok itt arra, hogy esetleg az állam ismételten átveszi a szakrendelőt? Most egyelőre ugye úgy döntött a parlament, hogy a szakrendelőket egy ideig nem veszi át, illetve nem történik meg az állami átadás átvétel, ugyanakkor alkotott egy jogszabályt, miszerint az önkormányzatok, a települési önkormányzatok mögé egy mögöttes felelősségként beállt a magyar állam, ami azt jelenti, hogy ha például az önkormányzat nem teljesíti valamely tulajdonosi jogból fakadó kötelezettségét, akkor az állam közbeavatkozik, de hála Isten itt Aszódon erről szó nincs. Nagyon jó az együttműködés az aszódi önkormányzattal, és jó gazda módjára segíti az aszódi rendelő működését, zökkenőmentes a kapcsolatunk a polgármesteri hivatallal. Az átvétel után szükség volt-e valamely orvosi műszernek a kicserélésére vagy új vásárlására? Hát egyelőre nem volt szükség, annyiban volt szükség, hogy a különböző hitelesítéseket el kellett végezni, mert éppen most, mikor vettük át, vagy ebben az időszakban járnak le a különböző műszerek hitelesítései, de ezek megindultak, elkezdődtek, úgyhogy nincsen probléma. A MedCenter Kft-nek volt egy kötelessége, vagy egy kötelezettsége a Aszódi önkormányzat felé, mégpedig az, hogy egy új röntgenkészüléket vásároljon. A röntgenkészülék megérkezett, ennek az üzembe helyezése egy hosszabb folyamat, itt található már a rendelőintézet területén becsomagolva, és remélem, hogy néhány héten belül már a lakosság is érezheti ennek a hatását, úgyhogy ezzel az új műszerrel történnek a vizsgálatok, illetve hát nyilván mi szerződésben vállaltuk, hogyha bármi műszerpótlásra szükség van, azt meg tudjuk oldani. Nem is okoz ez gondot, hiszen azért egy nagy kórház áll az aszódi szakrendelőben, rendelő mögött, és minden ilyen problémát orvosolni tudunk, akár azonnal is, úgyhogy kihozzuk a kórházból azt a műszert, amire szükség van, és utána meg elindítjuk a beszerzést. Történtek-e személyi változások? Pozitív irányba történtek, ugye mi átvettünk minden dolgozót a MedCenter Kft-től, van még egy-két rendelés, ahol nem sikerült megállapodni az orvossal, illetve van olyan rendelés, ahol új kollégák jöttek, ilyen például a szülészet nőgyógyászat, és most tervezünk belgyógyászat és diabetológiai szakrendelést, és oda is szeretnénk, épp egyezkedünk egy új kollégával, illetve szintén a radiológiába, tehát a röntgen szakrendelésre szeretnénk egy új kollégát felvenni, hogy minél magasabb színvonalú munka folyjon. A laboratóriumban milyen változások történtek? Pozitív, abból a szempontból, hogy ugye nem gazdaságos egy egészségügyi intézménynek saját labort működtetni. Ide is a Aszódra azt a szolgáltatót hoztuk, aki nálunk ellátja a laboratóriumi szolgáltatást. A lakosság nem érez ebből
semmit, illetve remélem csak pozitívat, ugyanis vérvételi helyként továbbra is működik a laboratórium, itt veszik le helyben a vért, nem kell elutazni emiatt, és a vérvizsgálat történik más helyen, ez tulajdonképpen a lakosság számára nem is releváns. Ami pozitív talán, hogy e-mailen, interneten keresztül hozzájuthatnak a vérvizsgálat eredményéhez, ami egy nagy könnyebbség, hogyha valaki megad itt egy e-mail címet, akkor a szolgáltató cég elküldi neki a véreredményt, és nem kell érte külön visszajönni ide a szakrendelőbe. A szakrendelésre való bejelentkezésben történt-e valami változás? Annyi változatlan minden egyelőre, azért mondom, hogy egyelőre, mert szeretnénk ezt is egy kicsit lakosabb, közelebbivé tenni. Itt lehet ugyanúgy előjegyeztetni magát, szakrendelésre jelentkezni a rendelőintézetben, ahogy eddig, illetve most már a www.ask60.hu-ra felkerült az aszódi szakrendelő is, az összes szakrendeléssel elérhetősége, és rövidesen elérhetővé válik az, hogy az interneten keresztül is lehet majd szakrendelésre bejelentkezni. Továbbiakban milyen fejlesztéseket terveznek? Hát most egyelőre az elsődleges nagy feladatunk a rendrakás, szó szerint rengeteg selejt, szemét található a pincékben. Ez az önkormányzat segítségével, az aszódi önkormányzat segítségével minden nap konténerekbe szállítjuk el, tehát megkezdődött egy nagy takarítás, már veszélyes hulladékot, elektronikai hulladékot is vitt el a tegnapi napon a Máltai Szeretett Szolgálat. Szeretnénk itt egy kicsit a környezetet jobbá tenni. Itt hátul van egy terület, amit szintén szeretnénk majd fűnyírni, kaszálni, viszont olyan hepehupás volt, hogy az önkormányzat segített, az aszódi önkormányzat, és biztosított egy munkagépet, aki elegyengeti a talajt, hogy egyáltalán le tudjuk nyírni a füvet, de a szakrendelések is fognak költözni, tehát itt házon belül, és szeretnénk egy kis tisztasági festés, padlóburkolást végezni, hogy még komfortosabbá tegyük a szakrendeléseket. A szakrendelő mellett szorosan működött egy alapítvány is, a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány. Önök együttműködnek-e velük a továbbiakban? Természetesen én ezt már a kezdetekkor jeleztem az alapítvány tisztségviselőinek, amikor itt állománygyűlést tartottunk a kollégáknak, és azóta is bíztattam őket a szakrendelő vezetőnkön keresztül, hogy mindenképpen szeretnénk együttműködni velük, ugyanis ez a szakrendelőintézet nagyon-nagyon sokat köszönhet ennek az alapítványnak. Számos olyan eszköz és infrastruktúra fejlesztés történt az elmúlt években, ami kizárólag az alapítvány tevékenységének köszönhető, és én azt gondolom, hogy nekünk is ez a célunk, mivel közös cél, ezért mindenképpen együtt szeretnénk működni. A járóbetegek kényelme érdekében május 6-ától büfé működik a szakrendelő épületében. A Legyen az Ön Szívügye is alapítvány pedig az elhangzott fejlesztéseken, eszközberuházásokon túl a környezetre is nagy hangsúlyt fektet, így virágokkal díszítették a rendelőintézet környezetét.